Sziasztok! Pánped Gabó vagyok, itt vagyunk Zamárdiban, a Balatonszándon, és megpróbálom úgy meginterjúvolni az embereket árruhában, parókával, műbajusszal, stb., hogy ne jöjjenek rá közben, hogy én vagyok az. Baszanolva és parti volt. Igazából én mind a kettő vagyok, úgyhogy egyszerre föltehetem a kettőt, de legyen a baszanolva. Ez az első Balatonszándod, ugye? Ez az első. És hogy tetszik, csillagom? Nagyon tetszik, Nem. Hogy próbálnak meg téged felszedni a fiúk? Sehogy nekem van párom, úgyhogy nem szeretném, hogy felszedjük. De ez nincs ráírva a homlokodra. Igen, de úgy utasítom vissza, hogy érezze, hogy nekem nem. Hát akkor minek jöttél Balatonszándra, hogyha van pasid? Ez egy szépségverseny. Ez a Szeged szépen. Ó, egy szépségverseny közepébe csöppentünk. És te mennyi gyúrtál, tesó? Ó, én már 10 éve csinálom ezt a sportot. Az a kitartásod az becsülendő. Hogy tetszik az idei Balatonszám? Nagyon tetszik. Mi tetszett eddig a legjobban? Te. Én. Hát, és nem én mondtam. Mi ez a tánc, amit az előbb csináltál? Be tudnád nekem mutatni? Fogalmam sincs, csak jött. Be tudnád nekem mutatni még egyszer? Persze. Na, smuti! Nagyon profi! Anyukátokkal előbb találkoztam, ott kint várt titeket az autónál. Tessék? Anyukátok vár kint. Biztos, hogy nem. Nekem szólt, hogy üzenjen. Nem. Ki a barátotok? Messziről jöttem. Szóval honnan? Igen. Mi a témakör? A földön túli élet, hiszel az idegenekben és a második életben? Hát igazából én hiszek a földön túli életben. Igen. Szerintem a Marson léteznek. Can you sing? That is not I can't sing, but I have other talents. Oh! What kind of talent? Well, you have to pay me to find Azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit gondolsz a fesztiválozókról, a közegről, és a 15-16 éves fesztiválozókról, mert hogy már ők is. Ez nagyon komoly kérdés egyébként, jó, hogy mondod, mert pont mi is azt néztük, hogy egyre fiatalabb a közönség a fesztiválon. Nem tudom, hogy 18 alatt így lehet itt fogyasztani alkoholt egyébként. Ez jó kérdés, de... így jogászként ugye nyilván ez egy költői kérdés volt, tehát mindenki döntse el maga, de hát jó, persze. Nem tudom, engem anyukám biztos nem engedett volna el 16 évesen lányként még fesztiválozni, de hát ez minden családban máshogy működik nyilvánvalóan, de így azért jó érzés 30 év veskor fölött is fesztiválozni. Hey! Mi a véleményed a fesztiválozókról? Azt szeretem, hogy mindenki gyűlöl azért, amiért így vagyok felöltözve. Simádom, hogy a csajok méregetnek. Úristen, kilátszik a feneked. Tudom. Ma játszol? Ma nem, ma szabadnapos vagyok, amúgy vasárnapig itt vagyunk és zenélek a Finlandián. Ott talán. Mi a jövőt láthattuk? Szia tesó, hogy interjút készíthetek veled? Nem, hát köszönöm szépen! Köszönöm a kedvességedet! Yes! Hogy tetszik az idei Balatonszám? Nagyon tetszik, hát jobb ez a nagy VIP rész, nem? Még nem néztem körbe, de jó. Meg a Future is tetszik a háttérben, úgyhogy én elégedett vagyok. Humpet Gabóval találkoztál már, közös kép ilyesmi? Képzeld el, hogy még nem, de nagyon szeretném, mert nagyon nagy rajongója vagyok, úgyhogy szívesen venném, hogyha valahol itt lenne, és tudnánk egy közös képet csinálni. Tengermély tiszteletem, Pap Gergő. Tiszteletem. Néhány kérdést szeretnék. Humpet Gabó vagy? Nem, ő nincs. Na menjél, beszéljél csak. Figyelj, azt szeretném kérdezni, hogy kerülsz ide? Ez a Gabó. Neked családod van otthon? Ott a családom, várjál. A feleségem meg a fiam is ott van, ezt kapd el. Sok 15 éves lejön úgy, hogy nincs itt a szülő, nincs itt az apja, nincs itt az anyja, és hogy róluk mi a véleményed? Én nekem nincs véleményem. Nekem egy a fontos, hogy a fiam, aki most 12 éves, az minden pillanatában a mellettem legyen, tudod? De én nem ítélek el senkit, én nem foglalkozom mások dolgaival. Nekem egy a fontos, hogy
Idén voltunk már a Volt Fesztiválon a gyerekkel, most itt vagyunk a Sandon, és azt akarom, hogy meglássa, hogy mi ez az egész, de mindig az én kontrollom alatt legyen. Sziasztok, lányok! Hello! Egy kérdés fölteltek? Te vagy a Pumped Gabu, ugye? Én kérdezek. Te vagy a Pumped, ő a Pumped. Nem, megsimogatottam ezt. Nem, én kérdezek, jó? Az a kérdésem, hogy ti vettétek a béletet, vagy kaptátok valakitől? Én vettem a saját pénzemből, amit megdolgoztam érte. Azt szerettem volna mondani, hogy nagyon jó az a sound. Tetszik, hogy itt ilyen minden VIP. És köszönöm szépen, hogy ma engem néztek a tévében.